várunk a liftünkre, és szedjük fel a kocsinkat, amit bérelni fogunk. Ami egy Mustang Cabrio! Let's go! Got everything! In and out! Fogok utazni, mert nincsen jogsim, semmi. Kata vezet, életében nem vezetett ilyen helyen. Mit csinál az ember, ha van kocsia? Shoppingol. Erre a Lükvárc, és déjjel, amikor meg megyek, ugye? Indulunk! De jó lesz. Még papucsot veszek végre. Nézzünk néhány ruhát. Én ennyit találtam. Kut egy picit többet. Utoljára másfél éve voltam itt, azóta az egészet bejáratot, ahol volt egy ilyen lerobbant parkoló, meg ilyen szar ABC-k, azt az egészet, olyan durva dolgokat húztak fel ide. Egy ilyen osztályteremben tanultunk mindig. És ez a Row. Na most a Row-ban vannak a fraternity-k, sorority-k, ezek a görög házak, amit filmekben biztos láttatok. Igazából annyit kell róluk tudni, hogy itt vannak a legnagyobb bulik, meg mindenki ide szeret csatlakozni, hogy nagyon sokan vagy utálják, és itt majd balra megyünk. Nem volt pár jó buling, de minket sosem engedtek be, mert nem nagyon ismertünk ott, és nem csatlakoztunk, mert az első fél évben, ha csatlakozol, azt rushnak hívják, és ilyen oltári szivatásokon mész végig. Utána jó lesz, de az első fél év az nem mi, meg ugye azt hittük mindig, hogy csak fél éveket vagyunk itt 2007-ben, meg 10-ben is, aztán mindig több lett belőle, de nem csatlakoztunk, ezért kellettek a csajok, akikkel mentünk be, és akkor a csajok mondták, hogy csak akkor jönnek be, ami is megyünk szolidaritottal. És így lettek be nagy bulik, azok a tipikus piros poharakból ittunk, vagy beerpongoztunk, amikor a pingponglabdát dobálok. Hát normál esetben sör van a kis piros pohárban, amit meg kell inni, a kiveszít, de volt, hogy nem sörrel játszottuk. Most pedig elmegyünk, és a kedvenc US és mexikói helyen vagyunk, a La Barcába, iszonyat finom frozen margaritákkal. Nézzétek a tortillát! És ez ingyen van, és annyit kapsz belőle, amennyit csak akarsz. Csak ezért megéri ide eljönni. Thank you very much. Maga a mennyország. De milyen kata? Bebaszva fogok vezetni. Meghozták a kaját. Annyit mondott a pincér, hogy good luck. Hangsúlyozom, hogy egy adagot kértünk, amit felezünk. Ez egy fél adag, ott a másik fele. Én kb. Ennyit bírtam. Van, mint én. Ott van a Lakers otthona, és ott játszott Kobe Bryant.
És ha valaki sorozat fan és nézi a House of Lies-t, abban a házban lakik, vagy hát lakott Marty, amíg ment. Itt néztem lakásokat. Úgy nagyon laza, itt ilyen 1-2-3 hálószobás kások vannak, amik tök szépen felszerelve, és amúgy van egy medence, jacuzzi, gym. Tiszta 500 nap nyár. Ez egy Bentley terepjáró. Ilyet sem láttam még. Most Beverly Hillsben vagyunk. Ez a kedvenc parkom itt. Semmi extra, nem nagyon ismer, de mégis olyan hangulata van, meg a pálmafák, meg ez a vízcsobogás. Beverly Hillsben igazából csak érdem, olyan, mint Csillaghegy Budapesten, van egy felső része és egy alsó. A fentén igazából csak kocsikázni érdemes, megnézni a sztárok villáját, vagy csak effektel a gyönyörű építészetet. Ezt a parkot szoktam megnézni, aztán majd le lehet menni a Rodeo Drive-ra, ahol ugye az üzletek vannak, illetve van itt a Beverly Hills Hotel. Nagyon király, jól néz ki. Ha már ígértem, hogy a pincébe bejöv, ekkora ez el, milyen szépen néz ki. Megnéztük felső Beverly Hills, most átmegyünk a lentibe. Most éppen a Rodeo Drive-on sétálgatunk, kb. Pont ott, ahol Julia Roberts is sétálhatott. Igazából egyszer érdemes itt végigjönni, window shopping, kinek mi. Egy ilyet csinálni, miért ne? Egy jó selfie. Több helyen van a Rodeo Drive-on ezeknek a luxus márkáknak tetőterasza, ahova ki lehet ülni. Milyen törzsvásárlónak kell lenned, vagy ha egyszer bemész, mennyit kell vásárolnod? 1000, 10000, 50000 dollárért, hogy meghívjanak egy limonádéra? Most itt vagyunk az egyik kedvenc helyemen, vagy úgy mondanám a másik kedvenc helyem, a Farmers Market és a Grow. Vannak nagyon jó termelői kaják, jó üzletek vannak, és van itt egy Cheesecake Factory is. Tehát van egy baromi jó Tom's Shoes, amit meg szeretnék venni, de nem fogadnak el semmi mást, csak cash nem, csak kártyát. De ugye azon nincsen, mert elvesztettem. Mi történik most? El kellett menni egy giftcardot, ami kiterült, hogy egy debitcard, tehát egy bankkártya. Így most ráraktam több pénzt, amit tudok máshol használni a kártyámról, ami nincs itt. Baromi jó, a Tom's megmentett. És lesz egy ilyen cipő. Vagyunk Hollywoodnak a közepén, és itt még sosem voltam, tök jól fel lehet menni és nézelődni, itt elég fasza. Megnézzük a csillagokat, meg az El Capitánt, ott van a Roosevelt Hotel, valahol mögöttem látható.
Mi van a tenyeredben? Egy. Mit kell nekivonni? Hát itt vannak. Tényleg itt vannak a tenyerek. De sétáljál olyan messzire, és nem várlak. Megmutatom a kedvenc tenyeremet. Change the bird. Itt vagyunk a Hollywood Boulevardon. Ma nem megyünk a Hooters-be. I've been doing this my whole life. I've been balling out my whole life. And I know it's time, cause I'm ready to go. I'm ready to go. Ready to go. All of my friends have been telling me, bro, it's time that you blow, I know.